Köszöntöm aktuális című műsorunk nézőit. Nem volt könnyű esztendő 2022, de hogy milyen kihívásokat is tartogatott a tavalyi év a Somogy vármegyei kormányhivatal számára, többek között erről is kérdezem ma esti vendégemet, dr. Nesztmény Zsolt főispánt, akivel együtt közösen értékeljük a tavalyi évet. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket! Most hát a Felkomban azt mondtam, hogy nem volt könnyű a tavalyi esztendő, de hát nagyjából ugyanez elmondható 2021-re és 2020-ra. Tombolt a Covid, ez azért nagyon komoly kihívások elé állította a Somogy vármegyei kormányhivatalt is. Azokat a tapasztalatokat, amit akkor szereztek, hogyan tudták beépíteni 2022-re, és mennyire állt helyre, úgymond a rend a tavalyi évre? Valóban, ahogy ön is említette, minden évben új és új kihívásokkal kell szembenézni a Somogy vármegyei kormányhivatalnak több mint 1300 munkatársának. Így volt ez a 2022-es évben. Mindig van valami új, valami specialitás, ami a rendes napi munkánkon felül jelentkezik. Ugye valóban a Covid idején, mint Vegyelmi Védelmi Bizottság elnöke az oltási munkacsoport vezetésével voltam megbízva. A népegészségügyi szakik szerveknek voltak extra feladatai, több száz munkatársat kellett bevonnunk ebbe a feladatba, de ezen már túl vagyunk. Ennek a gazdasági hatásainak kezelésében is fontos szerepet játszott a foglalkoztatási főosztályunk. Az elmúlt esztendőben ugye az energiaválság az év szinte teljes szakaszában már rányomta bélyegét nem csak a mi munkánkra, hanem minden magánemberére, minden vállalkozásére, és a háború és annak hatásai is feladatokat róttak ránk. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy jól helytártak a munkatársaim, büszke vagyok az ő munkavégzésükre, nagyon sok kiváló szakember dolgozik nálunk, és ennek köszönhető, hogy a Somogy megyei közigazgatás, én úgy gondolom legalábbis, és az ügyfelek visszajelzéseből is ez látszik, hogy 22-ben a ránk bízott feladatokat meg tudtuk oldani. Hogyha beszéltek esetleg arról, hogy hol volt a legtöbb feladatunk, akkor itt elsősorban a kormányablakokat szeretném kiemelni. A Somogy vármegyei kormányhivatal 8 járási hivatalában 15 kormányablak működik. Az elmúlt esztendőben 399 ezer ügyfél kereste fel a kormányablakainkat, és itt több mint 424 ezer ügyet intéztünk. Hogyha ezeket ügytípus szerint bontjuk le, több ezer ügytípus van, amit részben elintézünk, részben pedig itt lehet benyújtani a kérelmeket, de a legnagyobb mérték, legnagyobb lépték, legnagyobb mennyiségben a személyi okmányokkal kapcsolatos ügyek voltak döntően az elmúlt évben is, mint korábban is. Több mint 60 ezer személyi okmányt állítottunk ki, 30 ezernél több forgalmi engedélyt és 14 ezer útlevelet adtak ki a munkatársaink. Mindemellett jelentkeztek a új feladatok is, hiszen a gázártámogatás az elmúlt évben jelent meg új feladatként, itt több mint 1000 kérelmet kezeltek a kormányablakainkban. Ugye említette a személyi okmányokat, nyilvánvaló azért is volt dömping a tekintetben, mert ugye nem kellett meghosszabbítani ugye a Covid ideje alatt, tehát akkor gondolom volt még egy ilyen nagy boom ezzel kapcsolatban, de azért rengeteg ügyet lehetett a Covid idején online elintézni. Ezeket mennyire tartották meg, és mennyire lett népszerű, vagy még népszerűbb az online ügyintézés? Akkor először a kérdés első részéről egy pár gondolatot. Tehát ahogy ön is említette, a veszélyhelyzet alatt az okmányok érvényessége ideje 2022. június 30-áig meghosszabbodott, és ezért az azt megelőző másfél hónap megemelkedett ügyfélforgalmat és nagyon sok ügyet jelentett a számunkra. Ezért, hogy az ügyeik még jobban ki tudjuk szolgálni a somogyi polgároknak, ezeken a hétvégeken, tehát május végétől június végéig, szombaton és vasárnap is nyitva tartottak a kormányablakaink. Ezekben a meghosszabbított időpontokban csak azokat vártuk, akiknek az okmánynak az érvényessége ideje június 30-a megelőzően lejárt, és ezeknek a meghosszabbítására ezeket a hétvégi időpontokat is beillesztettük az ügyfélfogadási időben. A kérdés második része ugye az online ügyintézésre vonatkozik. Valóban egy nagyobb előrelépést jelentett az, hogy sok esetben a személyes találkozással járó ügyintézés visszaszorult a Covid alatt. Ennek mondjuk nem a Covid miatt, de egyébként örülhetünk. Nekünk is egy jelentős spórolás, és a nemzetgazdaságnak is, hogy mindig kevesebb papírt használunk, hiszen még így is a
Amiatt, hogy az ügyfeleink egy része nem tud digitálisan online térben kommunikálni, másrészt a jogszabályok is bizonyos esetekben kötelezővé teszik mondjuk egy földhivatali több oldalas határozott tértéveményes levéllel történő kézbesítését az ügyfelek számára, tehát milliós nagyságrendű papírt használunk el havi szinten, de valóban történt ebben egy előrelépés, és azt szeretném kérni az ügyfelektől, hogy amennyiben lehet, minél többen próbálják ügyfélkapun intézni az ügyeiket, kényelmesebb otthon, akár a nappaliban ülve tudnak velünk kommunikálni. Keressék föl azok, akik bizonytalanok benne, és nem tudják ezt megcsinálni, ügyfélkapun nyitásra is kormányablakainkat felkeressék, és a munkatársaink segíteni fognak nekik. Hogyha már az online ügyintézésnél tartunk, akkor 2022-ben indult el az e-bejelentő szolgáltatás, ugye? És egyes kormányablakokban megjelentek a mesterséges intelligencia asszisztensek. Somogy megyében már fellelhető például ilyen asszisztensi pont? Igen, valamennyi kormányablakunkban felszereltük már, ebből 12-ben már ténylegesen is működik, 3-ban most próbaüzem van. Ezeknek a használata is megkönnyíti az ügyintézést, nem kell várniuk az ügyintézőre, hogy az szabad legyen. Egyébként is örömmel mondhatom, hogy egy 10-12 perces átlagos várakozási idő után körülbelül ugyanennyi idő alatt elintéződik mindenkinek az ügye. Tehát azt gondolom, hogy ez a 20 perc, negyed óra, ez még az, ami tűrés határon belül van. Mi ügyekszünk úgy szervezni a munkát, hogy ennél többet senkinek ne kelljen várni. Természetesen vannak olyan időszakok, amit az előbb is említettünk, amikor nagy mennyiségű ügy van rövid idő alatt, akkor ez meghosszabb. Tehát ez egy átlagos ügyintézési idő, és ebben a kioszkok, amit ön említett, azok is segíthetnek, ha ott a saját maga intézheti az állampolgár az ügyét. Az e-bejelentő pedig még tovább fog fejlődni, később telefonszolgáltatás, banki szolgáltatások is intéződhetnek majd ezen a formában, úgyhogy mindenképpen ez a jövő, az online szolgáltatások kiterjesztése. 2022, ugye a Covid után itt volt a háború, vagy itt van a háború egészen pontosan, és azért a Somogy Megyei Védelmi Bizottság elnökeként azért ez is komoly feladatokat jelentett. Gondolok itt például a menekültek befogadására, elszállásorására, ennek az egésznek a koordinálására. A Védelmi Bizottságnak komoly feladatai voltak a menekült válság kezdetén. Ugye mi távolabb vagyunk ugyan az ukrán határtól, de amiatt, hogy Somogy megyében rendkívül sok szállás lehetőség van a Balatonpart az üdülőhelyek miatt, ezért ugye a Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság, amely koordinálta a menekülteknek az ellátását, hát Somogy megyét előszeretettel vette előre abba a tekintetben, hogy ide küldték a menekültek jelentős csoportjait. Ez akkor tényleg egy napi szintű 24 órán átvégző feladat volt, és a Védelmi Bizottság titkársága remekül helyt állt. Nekünk a helyszínre menve regisztrálni kellett a menekülteket, tolmácsokat kellett szereznünk, gondoskodni az orvosi ellátásokról, karitatív szervezeteket a Védelmi Bizottság üléseire többször meghívtuk, velük napi kapcsolatban álltunk, és állunk az ő ellátásuk, vagy az ő munkájuk nagyon sokat segített abban, hogy el tudjuk látni a menekülteket. Jelen pillanatban is ilyen 1000 körüli menekült van most jelen pillanatban Somogy megyében, de a számuk az ugye folyamatosan óránként, percenként változik, van, aki csak átmenetileg van itt, és tovább utazik, de ezek a feladatok is kétségkívül újként jelentkeztek. Talán a háború és a brüsszeli szankciók miatt megemelkedett energia árak az, amik visszacsatolva kicsit a kormányablakokra, ott is éreztették a hatásukat, hiszen azt a döntést hoztuk meg tavaly novemberben, hogy március 17-ig a fűtési szezon végéig 4 kormányablakunkban szüneteltetjük az ügyintézést, Balatonföldváron, Balatonbogláron, Lengyel-Tótiban és itt Kaposváron, a Baross Gábor utcában. Most ideiglenesen erre az időszakra most a kormányablakunk nem működik. A többi kormányablak megfelelően el tudta látni az ügyfeleknek a kezelését és az ügyeiknek az intézését. És mind a mellett volt még egy specialitás talán ezen a télen, ami szintén összefügg az energiaválsággal, hogy 3 hét közigazgatási szünet volt a karácsonyi és újévi ünnepek ideje alatt. Azt kell mondanom, hogy azért egy kicsit aggódtam, hogy mennyire okoz majd problémát a mindennapi ügyintézésbe. Azt kell ugyanakkor
mondanom, most egy komolyabb jelentést is készítettünk róla, értékeltük az adatokat, hogy semmilyen fönnakadás nem volt, semmilyen zökkenő nem volt az ügyek intézésében. Itt 4 kormányablakot nyitva tartottunk, igyekeztünk a megye teljes területét ezzel lefedni, tehát Kaposváron, Nagyatádon, Marcaliban és Siófokon működött kormányablak ebben a 3 hétben is. Több mint 5000 ügyfél keresett föl bennünket ebben az időszakban, de az, hogy az épületeinket be tudtuk zárni erre az időszakra, ez jelentős költségmegtakarítást jelentett a kormányhivatal számára. Bírták egyébként a kollégák a gyűrődést, úgymond, mert azért nyilvánvaló, hogy akik a másik kormányablakba mentek, mondatok most mind oda mentek, ami éppen nyitva volt. Tehát ez egy erőltetett menet volt? Mi felkészültünk arra, hogy nagyobb tömeg lesz, és mivel minden zárva van, az összes ügytípussal ide jönnek majd a munkatársainkat felkeresni, de a várakozásnál könnyebben sikerült ezt megoldani, tehát összességében pozitívnak tekintetjük. Hát nem mindig mindenki szeretett volna pont ekkor 3 hétre elmenni szabadságra, tehát volt a kollégák között is egy kis feszültség ebből, de úgy gondolom, hogy végül is sikerült úgy ezt megszervezni, úgy lezárni, hogy mind a munkatársainkkal, mint pedig az ügyfeleinkkel ezt teljes mértékben problémamentesen meg tudtuk oldani. A társadalmi szerepvállás az mennyire fontos a Somogy vármegyei kormányhivatal számára? Azért itt elég sok fronton lehet tenni azért, hogy tényleg a társadalmat próbálják segíteni ilyen módon is. Én úgy gondolom, hogy ebben az évben is megtettünk mindent, amit korábban fölvállaltunk, a véradástól elkezdve a polgármesteri találkozóig, a galériát, amit működtetünk itt, tehát ami nem kifejezetten csak a közigazgatási feladat, viszont ezen kívül szeretnék kiemelni 2 fontos dolgot. Az egyik, amire nagyon büszkék vagyunk, hogy a családbarát munkahelyet elnyertük ebben az évben, többek között annak köszönhetően, hogy a munkatársak gyermekeinek egy napközbeni gyermekmegőrzőt hoztunk létre, ahol pedagógusok foglalkoznak velük a következő napi lecke megírásában, vagy esetleg pihenésben, játékban. Nem kell aggódni a szülőknek azért, hogy amíg ő nem végez a munkáján, addig mi van a kisgyerek, és ezt egy díjjal ismerték el, ennek örültünk nagyon, és emellett még egy díjba részesültünk a hulladékcsökkentési hét keretén belül közigazgatási kategóriában 3. helyezést értünk el. Ezen a héten egy csomó képzést tartottunk középiskolásoknak, fölhívtuk a figyelmet arra, hogy a hulladékoknak az újrahasznosítása milyen fontos, a Csiky Gergely Színház munkatársai segítségével egy képet vartak használt ruhákból, és a használt ruhákat pedig összegyűjtöttük, és azt rászorulóknak adták át a munkatársaink, és még sok egyéb program volt ezen a héten, ezt pedig ezzel a díjjal ismerték el, amire szintén nagyon büszkék vagyunk. Hogyha néhány szóban kéne értékelni a 2022-es esztendőt, akkor mik azok a hívó szavak, amik így előjönnek, hogyha azt mondják önnek, hogy na akkor ilyen volt 2022, milyen volt? Minden évben volt olyan extra feladatunk, amire azt gondoltam, hogy ha ezt majd megoldjuk, akkor onnantól kezdve már minden rendben lesz, de hát mivel elég régóta dolgozok a közigazgatásban, ezért hát azért azt meg kellett állapítani, hogy abban a pillanatban, hogy megoldunk egy problémát, akkor utána keletkezik majd egy újabb. Így volt ez 2022-ben is. Az előbb említett energiaválság, menekültválság, az mi ránk is komoly feladatokat rótt, és emellett biztosítanunk kellett azt is, hogy az alapfeladatainkat, amit a teljes területi közigazgatást lefedi szinte, hiszen felsorolni is nehéz lenne most az agrárszakigazgatástól elkezdve, tehát az erdészeti igazgatás, növény- és talajvédelem, földművelésügyi igazgatás, élelmiszerlátbiztonság, az egészségügyi blokk, egészségbiztosítás, társadalombiztosítás, rehabilitációs szervünkön keresztül, az előbb említettem a kormányablakot, az önkormányzatok törvényességi felügyelete, az igazságügyi ellátás, hatósági feladat és a funkcionális szerveink, amely mindezeket kiszolgálják, a pénzügyi, informatikai terület. Tehát sok-sok mindent kellett mindamellett működtetni, hogy ezeket az új feladatokat is megoldjuk. Én azt gondolom, hogy jól vizsgáztak a munkatársak, büszkék vagyok rájuk, hogy így sikerült megoldanunk ezt, és a somogyi állampolgároknak tudtuk azt a szolgáltatást biztosítani, amire ők jogosan tartanak igényt a közigazgatás részéről. Én még emlékszem arra, amikor bejelentették, hogy létrejönnek a kormányablakok, és akkor emlékszem, hogy úgy fogalmaztak, hogy azért ez egy teljesen más minőséget fog hozni a közigazgatásban, legalábbis ez volt a cél, és sokkal inkább fókuszba helyezve az ügyfelet. Tehát az ügyfél ne azt érezze, hogyha bemegy valahova, hogy ott
nem látják szívesen, hanem hogy tényleg könnyedén el tudják intézni az ügyeiket, hogy most, hogyha visszatekintünk erre az időszakra, akkor hogy látja, hogy most hogy állnak e tekintetben, mik a legfontosabb eredmények, amiket sikerült elérni az elmúlt évek során? Most erre a példára visszatérve, tehát ha bementünk egy multihoz, vagy bementünk egy bankhoz, akkor láttunk egy korszerű ügyfélfogadó teret. Mi azt szerettük volna, hogyha a közigazgatás nem marad el, tehát a magyar állam, hogyha fogadja az ügyfelet, akkor próbálja meg ugyanilyen körülmények között ezt biztosítani, és azt gondolom, aki bemegy ma egy kormányablakba, az ezt látja, ezt tapasztalja, jó felkészült, képzett és nem utolsó sorban udvarias kiszolgálásban részesül, és egy 21. századi technikai fejlételek mellett. 2023-ra mik a legfontosabb célok? Ugye György István államtitkár úr is évet értékelt, és ő célként fogalmazta meg, hogy elsősorban a távoli és elektronikus ügyintézés lehetőségének a fejlesztése, illetve a különböző állami nyilvántartások összekapcsolása nyilván annak érdekében, hogy még egyszerűbb legyen az ügyintézés. Ne kelljen újabb adatokat lekérni az ügyfélről, hanem tulajdonképpen ez legyen még inkább összehangolva. Hát államtitkár úr is utalta erre, hogy az online térbe szeretnénk előre törni, és azért is kértem az ügyfeleinket az elején, és most is megerősítem, hogy ők is próbáljanak meg ezért tenni. Tehát akinek még nincs ügyfélkapuja, kérem, hogy nyissa meg, jöjjön be hozzánk, segítünk, és próbáljon ezen keresztül kommunikálni velünk. Nyilván mi magunk is dolgozunk azon, hogy ne az ügyfelet kelljen körbejáratni a hivatalok között, hanem amivel rendelkezik a hivatal belső adatokkal, nyilvántartásokkal, azok fussanak össze. Nyilván ennek vannak informatikai feltételei, öröklött adottságaink vannak, tehát különböző szoftverfejlesztők készítették a különböző programokat, de ezen a területen is már komoly előrelépés történt. Mi magunk is igyekszünk ezért mindent megtenni, illetőleg próbáljuk a papír mennyiséget, felhasználást csökkenteni. Most valószínűleg egy külön munkacsoportot hozunk ezért erre a területre létre, aki minden egyes munkafolyamatot végig fog nézni, hogy hol tudunk még a digitalitás irányában elmozdulni. 2023-as esztendőtől mit vár? Nyilván vannak körülmények, amik nem rajtunk múlnak, de mik a legfontosabb célkitűzések és milyen várakozások vannak 2023-mal kapcsolatban? Hát az elmúlt év nyara foglalkoztatási szempontból, amiről még nem beszéltünk, az elmúlt 20 év legjobb eredményeit hozta. A legkevesebb álláskereső tavaly nyáron volt az elmúlt 20 esztendőben. De hát nyilvánvalóan tisztában kell legyünk azzal, hogy a háború gazdasági következményei kihatással lesznek majd a foglalkoztatási helyzetre. A foglalkoztatási főosztályunk és a járásokon működő foglalkoztatási osztályunk feladata lesz az majd, hogy különböző támogatások biztosításával igyekezzünk ezt a szintet megtartani. Ez egy komoly munka lesz és egy nehéz feladat, tehát biztos, hogy ezen a területen kell majd nagyobb erőket mozgósítanunk. Saját magunknak pedig a lehetőség szerint minél nagyobb spórolásra kell törekedni. Azt gondolom, hogy ezen a területen már elmentünk a falig, tehát nagyon kicsi már a mozgásterünk, de természetesen ez nem azt jelenti, hogy ne próbálnánk meg még többet megtenni. Tehát azokat a feladatainkat pedig, amit folyamatosan végzünk, azokhoz a feltételeket szeretnénk majd ebben az évben is biztosítani, és egy újabbat lépni az online ügyintézés kiszélesítése felé. Talán ezek lesznek a legfontosabb feladataink 2023-ban, illetőleg lehet, hogy lesznek majd olyanok, amiről most még nem is tudunk, mert minden év úgy kezdődött, hogy fogalmunk sem volt, hogy az év közben milyen új és eddig ismeretlen feladat ott kellett megoldanunk. A hivatalnak az jelenti a nagy erősségét, hogy egyetlen vezetés alatt áll. A korábban széttagolt területi közigazgatás most egy egységes szervezet keretén belül működik, tehát mindig oda tudjuk a munkatársakat csoportosítani, ahol a legnagyobb szükség van rájuk. Most egy példát mondok, a kontaktkutatásban közel 100 munkatársunk vett részt, a törvényességi főosztály jogászaitól elkezdve mindenki azt csinálta, hiszen volt olyan nap, hogy Kaposváron egy nap 500 fertőzött volt. El kell képzelni, hogy 500 embernek hány kontaktja van, és azokat igyekeztünk egy-két napon belül felhívni, és ez csak Kaposvár járás.
van még másik hét, tehát sok-sok munkatársat kellett mindig oda tennünk, a munkáját úgy irányítani, hogy a legfontosabb feladatokat tudjuk megoldani. Ha lesz ilyen feladat ebben az évben, akkor igyekszünk ezt is legjobb tudásunk szerint megszervezni. Én ez a munkához kívánok kitartást, jó egészséget. Önnek is köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Nézőinek pedig a figyelmet köszönjük, legközelebb is várjuk Önöket a képernyők elé, akkor is tartsanak velünk, viszontlátásra!